lényegesen felgyorsult, dinamizálódott, leegyszerűsödött a döntéshozatal a felügyeleti munkában. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy törvényi szinten szabályozott módon létrejött a pénzügyi stabilitási tanács, ami megpróbálja koordinálni a kormányzat, a jegybank és a felügyeletnek azon tevékenységeit, amelyek a pénzügyi rendszerrel kapcsolatosak. A felügyelet gazdálkodását tekintve csak nagyon röviden szeretnék néhány szót szólni. A felügyelet ugye nem adóbevételekből, nem adófizetői pénzből működik, hanem a pénzügyi szektorra kivetett felügyeleti díjakból. A felügyelet gazdálkodását folyamatosan a tiszta audit eredmény jellemzi. Az állami számvevőszék évről évre tiszta bizonyítványt adott a felügyelet gazdálkodásának, és a felügyeletre az elmúlt év során a takarékosság volt jellemző. Egy számmal hadd illusztráljam, a munkavégzéssel, bérezéssel kapcsolatos költségek nagysága az elmúlt évben kb. 9%-kal csökkent 2008-hoz képest. Azt gondolom, hogy a felügyelet 2009-ben és 2010 első felében egy eredményes évet zárt, ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa az éves beszámolónk jóváhagyását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Farkas Ádám elnök úr. Megadom a szót Dancsó József úrnak, a Számbevőszéki és Költségvetési Bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Mai bizottságülésünkön megtárgyaltuk a jelentést, illetve ehhez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatot. És arra megállapításra jutottunk, hogy egy olyan sajátos ez a 2009-es évről szóló jelentés, hiszen a pénzügyi szervezetek állami felügyelete egészen más struktúrában működött az első félében, és egészen más struktúrában működött utána. Hiszen bekövetkezett az a módosulás, amely gyakorlatilag visszaállította az eredeti, a régi működési szisztémát, amelynek révén bebizonyosodott, hogy az a erőszakos módosítás, amelyet az annak idején még a szocialista szabaddemokrata koalíció megvalósított, az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, gyakorlatilag vissza kellett állni arra a szisztémára, amely az elnök felelősségére, illetve az elnöki rendszerhez kapcsolódott. E tekintetben örömmel tapasztaltuk azt, hogy lényeges elmozdulás következett be abban, hogy 2009 második félében ez a rendszer kiépült, és e tekintetben új lehetőségeket teremtett a hatékony gazdálkodásra, új lehetőségeket teremtett mindezek mellett arra, hogy a pénzügyi szervezetek stabilabban, jobban tudjanak működni a magyar piacon. Emellett számos egyéb kérdés, vélemény is elhangzott a bizottság ülésünkön. Talán legfontosabb ezek közül a panaszok kezelésére vonatkozó módszer és lehetőség, hiszen megfigyelhető az, hogy rendkívül módon megnövekedett a panaszok száma 2009 évben. Csaknem 12 000 panaszt kellett kezelni a PSAF-nek tevékenysége során. A nagy kérdés persze az, hogy valóban indokolt volt-e valamennyi panaszt a közigazgatási eljárásról szóló törvény hatály alá tartozónak tekinteni, hiszen ez rendkívül módon megnövelte a leterheltségét annak a szakaparátusnak, amely a növekvő panaszoknak a kezelésével, megválaszolásával kellett, hogy foglalkozzon. Ráadásul ugye határozatot is kellett hozni, amely alapján ez bírósági szakaszba is vihető, tehát rendkívüli módon megbonyolítja és megnehezíti adott esetben a hatékony ügyfélkezelést a pénzügyi szervezetek állami felügyelete részéről. Elnök úr javaslatára az hangzott el, hogy itt még várjunk egy kicsit, nézzük meg, hogy mi az, ami bekövetkezik az elkövetkező időszakban. Lehet, hogy hozzá kell nyúlni a törvényhez, lehet, hogy ezt jobban, másképpen kell kezelni. Megítélésünk szerint ezzel mindenképpen el kell gondolkodni annak érdekében, hogy egyáltalán működőképességet fönn tudjuk tartani. Emellett fontos kérdésként merült fel a hitelezési aktivitás a pénzügyi rendszerben. Már csak annak apropóján is, hogy három pénzintézet hitelhez jutott a bankmentő csomagon keresztül, illetve tőkejutatáshoz is, és abban ott vállaltak bizonyos hitelexpanziót, különösen a kis- és középvállalkozók felé.
ennek ellenére nem ezt tapasztaltuk a reál gazdaságban, hogy jelentősen megnövekedett volna a hitelállomány, inkább az ellenkezőről számoltak be az érintett cégek. Azt úgy látjuk, hogy ennek az az oka, hogy a három pénzintézet, amely ezt a megállapodást kötötte, nem feltétlenül jelenti a teljes bankszektor többségét, ezáltal nehezen volt érezhető az, hogy valóban hitelaktivitás következett volna be, sőt ellenkezőleg hitel állománynak a csökkenése volt tapasztalható. Emellett szóba került a pénzügyi stabilitási tanács, amely új intézmény gyakorlatilag a PSAF-en belül. Ennek a működésének bár rövid tapasztalatairól számolt be elnök úr, úgy ítéljük meg, hogy ez is hozzájárulhat a pénzügyi rendszer vezetőinek találkozóihoz, és ezáltal talán eredményesebb együttműködéséhez. Fontos kérdés a bankadó kérdése, a sortolás kérdése, ezek is felmerültek bizottság ülésünkön. Megítélésünk szerint ez egy mindenképpen izgalmas téma, az egész pénzügyi rendszernek a működőképességét mindenképpen befolyásolja. Abban persze lehet vita, hogy ez most milyen mértékben és milyen módon befolyásolja, de abban nagyon kezd egyöntetűvé válni az álláspontok, hogy egész Európában, Európa nagy részén erre a lehetőségre szükség lesz annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlyát a kormányok tudják kezelni, helyre tudják hozni. Összességében azt lehet elmondani, hogy maga a jelentés valóban igyekszik minden részletét bemutatni annak, hogy mi történt 2009-ben, időnként 2010-es utóhatásokat is bemutatja. Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyelete jó irányba mozdult el a 2009-es évben. Bízunk benne, hogy a 2010-es év is legalább ennyire sikeres lesz, mint a 9-es év a felügyeleti szempontból. Reményünk szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy képviselőtársaimnak elfogadásra javasoljuk a jelentést, és ezen keresztül az országgyűlési határozati javaslatot is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Megkérdezem, a kormány nevében ki kíván felszólalni 10 perces időkeretben. Jelentkezőt nem látok. Megadom a szót Sesták Miklós úrnak, a Gazdasági és Informatikai Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Igyekszem. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. A Gazdasági Bizottság is a mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és többségi szavazattal a határozattervezet tehát javasolja elfogadásra. A felszólalók közül egyértelmű volt az a megfogalmazás, hogy a PSAF működése az elmúlt 6-8 évben, és így a 2009-es évben is, ha finoman akarunk fogalmazni, vegyes volt. Ez a folyamat talán 2004-ben kezdődhetett, amikor 2004. május 14-én nyilvánvalóan politikai okokból leváltották Szász Károly elnököt és Sára Éva elnök helyettest. Azt is sokan tudják, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetése tárgyában indított perben a legfelsőbb bíróság 2007. december 7-én kézbesített ítéletében jogerősen megállapította és így kimondta, hogy az akkori pénzügyminiszter Draskovics Tibor az érintett vezetők közszolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette meg. Ezután egy olyan korszak következett a PSAF életében, amely nem sikertörténet. A bizottság ülésen a felszólalók jelentős része azt hangsúlyozta, mint az előttem szólók is kifejtették, hogy el kell választani a jelenlegi vezetés és a korábbi vezetés munkáját és munkastílusát. A bizottsági tagok nagy része a vélemények megfogalmazása során abban is egyetértett, hogy a PSAF akkori vezetése a pénzügyi válság bekövetkezésének jeleit nem megfelelően észlelte, nem értékelte, és a hibás, nem elégséges helyzetfelmérés miatt nem megfelelően tette a dolgát, csak az új vezetés kezdett el dinamikus problémakezelést. Szinte egyhangú volt a bizottsági tagok véleménye abban is, hogy forráshiányos a magyar gazdaság, és így a fölhasznált banki források száma folyamatosan zsugarodott és csökken az utóbbi időben is. A pénzügyi szektor a magyar gazdasági növekedés újraindításához szükséges lépések megtételével késlekedett, és jelenleg is késlekedik. Az erre vonatkozó összehangolt politika kialakítása a kormány, a jegybank és a PSAF közös feladata.
Ezt az összehangolt együttműködést több bizottsági tag is hiányolta, és kiemelte hiányát. Jól látszott, hogy a magyar gazdaságpolitikának a 2009-es évben nem volt ilyen törekvése, a válságot akarta kezelni fiskális értelemben, de nem gondolkodott azon, hogy hogyan indítsa újra a gazdasági növekedést. Ezt az összehangoltság hiányát sajnos sok magyar család és a magyar gazdaság nagyon sok szereplője negatívan érezte meg a 2009-es esztendőben. A bizottság ugyanakkor értékelte az új PSAF vezetés által megtett innovatív lépéseket, kiemelve a belső megszorítások során tett lépéseket, így általános vitára alkalmasnak találta a javaslatot, és az országgyűlési határozat tervezet elfogadását támogatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most az egyes képviselői felszólalások következnek 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Göndög István képviselő úrnak, MSZP. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim! Az országgyűlés első alkalommal tárgyalja a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének éves jelentését. Köszönhető ez annak, hogy a törvénymódosítás, amelyet az elmúlt év végén készített a tisztelt ház, a felügyelet jogállásában és működésében jelentős változásokat hozott. Képviselő társaimmal együtt úgy gondoljuk, hogy a világban szinte mindenhol tetten érhető gazdasági nehézségek között kiemelt jelentősége van annak, hogy a gazdasági, pénzügyi tárgyú jogalkotás és a jogalkalmazás kellő összhangban a lehető legnagyobb hatékonysággal lássa el feladatát. Az előttünk fekvő beszámoló, illetve az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat méltó példája lehet ennek a célnak, mivel a Magyar Országgyűlés, mint legfőbb jogalkotó szerv, ezen keresztül közvetlen tájékoztatást kap a hazai pénzügyi intézményrendszer működését felügyelő állami szervezettől, annak működésével és tevékenységével kapcsolatban. Ilyen beszámolók tanulmányozása és megtárgyalása segítséget jelenthet a későbbi pénzügyi tárgyú jogalkotás előkészítésében, illetve elfogadása során. Úgy gondoljuk, hogy előremutató és célra vezető intézkedéseket hoztunk 2009-ben, amikor a bajnai kormány előterjesztésére jelentősen megerősítettük a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének hatásköreit. Jogállásának megváltoztatásával az országgyűlésnek történő beszámoló készítési kötelezettséget írtunk elő, és növeltük a függetlenségét a kormánytól. Úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk most is, hogy ez az egész folyamat elősegítheti a hatékony és eredményes felügyeleti tevékenység végzését, amely a hazai pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának megőrzésén, erősítésén keresztül hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez is. 2009-ben nehéz gazdasági időszakot kellett túlélnie Magyarországnak és Európának is. Abban, hogy a hitelintézeti pénzügyi válságból, kialakult gazdasági világválságból a lehetőségekhez képest Magyarország is minél gyorsabban meg tudja találni a kifelé vezető utat, nagy szerepe volt a pénzügyi intézmény rendszert felügyelő szervezetnek. Úgy gondoljuk, hogy a beszámoló tartalma és a benne szereplő számok önmagukért beszélnek. A PSAF közreműködő tevékenységének köszönhetően életbe lépett a banki etikai kódex, amely hozzájárult az ügyfelek, bank